Vendégem Kolozsvári Balázs, a Blik főszerkesztője. Szervusz Balázs, ti robbantottátok ugye durván 2 hete, 10 nappal ezelőtt a botrányt. Ugye arról lehet tudni, hogy egyszer csak hozzátok bekerült egy hangfelvétel. Rögtön kérdezem is, hogy milyen formátumban, e-mailbe küldte el valaki, pendrive-on küldte el valaki, vagy befújta a szél az ablakon, ugye ez egy ilyen újságírói vicc. Ezt szoktuk mondani, hogyha nem akarjuk megnevezni a forrást, mi a helyzet, kitől van a hangfelvétel? Jó estét, köszönöm a meghívást. Tehát ahogy te ezt a műsor felvezetőjébe elmondtad, vélelmezted, erre a kérdésre nem fogok válaszolni, és ezért előre is elnézést a nézőktől, hogyha rögtön az elején csalódást okozok, de az újságírói szakma legalapvetőbb kritériuma, hogy az informátort védjük. Az informátort védjük egyrészt azért, hogy őt biztonságba tudjuk, másrészt azért, hogy legközelebb is kapjunk információt, úgyhogy nincs az a körülmény, vagy az az eset, nem tudok olyat elképzelni, amikor én fölfedném az informátort, az sem, hogy milyen forrásból, egyetlen, az sem, hogy milyen formában. És ugye törvényi védelmet is élvez ilyenkor az újságíró, nem kell elmondani, hogyha nem akarod elmondani, de azért annyit hagyd kérdezzek tovább, anélkül, hogy nyilván nem gondolom azt, hogy nevet majd a végén egyszer csak ki fogom belőled húzni, nem is ez a célom, de tudod, hogy kitől jött az információ, kitől jött a hanganyag, vagy egyszer csak ott volt az internetes postafiókodban? Tudom, hogy melyik irányból jött, tehát hogy milyen vonalról jött, ezt tudom. Nyilván, ha érkezik egy ilyen, és nagyon sok témában, nem csak közéleti, nem csak politikai, egyéb témában is kapunk dokumentumokat, hangfelvételeket. Ha ilyenek érkeznek, ezt az az első, hogy górcső alá vetjük. És hozzád érkezett különben, vagy valamelyik kollégádhoz? Hozzám érkezett, igen. Pendrive-on, valamilyen adathordozón, vagy e-mailen? Az informátort védendő, ezt sem szeretnéd elmondani. Mi volt az első reakció? Nyilván először te végighallgattad, hogy belehallgattál egyáltalán, hány órányi hangfelvételről van szó? Jó néhány órás hangfelvételről van több szó, óráról több beszélgetünk. Óráról beszélgetünk. Az első reakció nyilván a hitetlenkedés, az, hogy vajon hiteles-e, vajon miért kaptuk mi ezt, az ember a mai világban mindig mindennek mögé gondol, hogy aki küldte, annak mi lehet a célja vele, nem csőbe akarnak-e húzni, mennyire hamisított. Benne van a pakliban. Ez benne van a pakliban, úgyhogy nagyon alapos vizsgálat után elsőként természetesen én hallgattam meg, aztán bevonva a kollégákat, jó néhány ember dolgozott ezen és hallgatta, már csak azért is, mert ahogy mondtam, nagyon sok anyagról van szó, és azért is, hogy hát több fül többet hall alapon, ugye, milyen olyan nüanszok, milyen olyan részletek vannak, amit esetleg elsőre nem fedezünk föl, és később kiderül, hogy ennek ugye nagyon nagy jelentősége lehet. Eddig kimazsoláztátok belőle a legérdekesebb részeket, vagy van még a tarsolyban? Jöttek-e még elő következő részekkel? Azt gondolom, mert hogy említettem, nagyon többen dolgoztunk, és jó néhány órán át ezen, vagy napon át mondhatom, hogy jegyzeteltünk mindent alaposan, hogy a legérdekesebb részeket hoztuk nyilvánvalóan ugye a heti sorozatunkban le, de dolgozunk még tovább azokon a részeken, amit esetleg még nem kellő alapossággal tudtunk meghallgatni. Biztosak vagytok nyilván abban, hiszen akkor nem hoztátok volna le, hogy ezek hiteles hangfelvételek, rendőrségi hangfelvételek, és véletlenül onnan valamilyen formából kikerült hangfelvételek. 100%-ig. Ez a hitelessége, az most már mondhatom, cseppet sem kérdőjelezhető meg. Hogyan tud különben, most csak elméletileg beszélgetünk, hogyan tud a rendőrségtől kikerülni egy ilyen felvétel? Én azt gondolom, hogy amiről két ember tud, arról előbb-utóbb több is tud. Az, hogy technikailag hogy tud kikerülni, ugye én nem vagyok járatos akár a rendőrségnek az adatvédelmi, vagy az részeinél, vagy metódusánál, de azért ez nem egyedülálló, mi rácsodálkozunk. Kikerülhetett a rendőrségtől, az ügyészségtől, a bíróságtól, tehát több helyről. Bárkitől, ugye ezt megkapták az érintettek,
embereknek ügyvédei. Nem feltétlenül a rendőrségi hierarchiában vagy a rendszerben történt valami. Így van, hát ez az elmúlt hosszú időszak alatt, ugye amióta ez az egész ügy létezik, azért már nagyon sok kézen közön ment át, tehát hogy bárhonnan kikerülhet egy ilyen. Te különben érted ezt az egész ügyet? Most ezt komolyan kérdezem, tehát hogy azt gondolom, hogy hihetetlen, ami ezekben a beszélgetésekben elhangzik. Most tételezzük föl, hogy a letartóztatás előtt, illetve rajtaütés előtt nem sejtették, hogy lehallgatják a telefonjaikat, de utána tudniuk kellett volna, ha másnak nem, ugye Völner Pálnak, aki korábban ő maga engedélyezte és rendelte el a lehallgatásokat. Tehát ezt tudták, hogy lehallgatják a telefonokat, és mégis egyszerűen nem voltak képesek virágnyelven beszélgetni, vagy mi ez az egész szerinted? Hát, néha már tragikomikus. Tehát ahogy az ember hallgatta, amit te is mondasz, volt olyan rész, ugye, ahol megpróbáltak virágnyelven beszélni, akár hozzátartozók, de ez egyszerűen nem sikerült. Azt a részét... Szerbusz államtitkár úr, hát a Porsét elvitték. Lehet erről hosszan idézgetni, tényleg tragikomikus. Tehát, hogy egyfelől tragikomikus, másfelől az is fölmerül az emberben, hogy talán ennyire magabiztosak voltak, hogy azt gondolták, hogy igen, most valami nyomozás folyik, és hát most már látszik, hogy baj van, meg lehallgattak minket, de hát azért csak véget ér ez, és ugye tesznek célzásokat, hogy van nekünk Lális. Is a tarsolyban, úgyhogy néha nem tudom. Lehet, hogy ez egyfajta viszont fenyegetés az ő részükről, hogy oké, lehallgatnak bennünket, de azért mi is most már elmondjuk, van ugye nyílt fenyegetés benne, elhangzik, hogy akkor majd mi is borítunk. Így van, úgyhogy ezt sem szabad szerintem kizárni, hogy bizonyos részek szándékosan, és ez már üzenet volt. Annak egyértelmű, hogy mondjam, ügyetlenkedések vagy bénázások benne, amikor az egyik fél nem érti, hogy mit akar mondani a másik, a biztosítás, meg a szép, meg a több ilyen rejtjeles üzenet kapcsán, de azért vannak benne olyan üzenetek is, amikről azt lehet gondolni, hogy azt gondolták, hogy eljut a címzethez. Így van, amire azt gondolom, hogy célzott üzenet lehetett pont azért, mert tisztában voltak a lehallgatásokkal. Balázs, szerinted megkaptad a paksamétádat, mármint hogy az összes hanganyagot, amit neked szántak, vagy a Blicknek szántak, vagy a Blicken keresztül ugye az olvasóknak szántak, vagy pedig jön még további? Én nagyon remélem, hogy nem az összeset kaptuk meg, tehát bízom benne, és dolgozunk is azon, hogy a mi eszközeinkkel ennek az ügynek valamennyi részlete napvilágra derüljön, mert meggyőződésem, hogy van ebben még matéria. Van még egy másodpercünk, te különben hogy látod, ugye szoktunk arról újságírók, nézők, olvasók is beszélgetni, hogy kit érdekel már a korrupció, ugye milliárdokról van szó, szóval az egészen felfoghatatlan, érthetetlen, pláne hogyha 10 meg 100 milliárdokról beszélünk, de itt ilyen nagyon konkrét összegekről van szó, 800 ezer forint, néhány millió forint, hol a Porsche, itt a Porsche, elvitték a Porsche, stb. Tehát, hogy ez ilyen kézzelfogható, hogy ti a saját méréseitek alapján hogy látjátok, hogy érdekli az embereket az ilyenfajta botrány? Érdekli az embereket. Lehet mondani, hogy van egyfajta immunitás már, ahogy te is említetted, a politikai botrányok iránt, de ez túlmutat. Tehát a végrehajtó ügy a Blicknek már egy évtizeddel ezelőtt nagyon fontos volt, hiszen itt azért rengeteg kisember sérül. Itt évtizedek, vagy a 2010-es évek elején írtunk arról olyan végrehajtó maffiáról, akik néhány tízezer forintos tartozás ellenében vittek el akár ismert emberektől és rengeteg kisembertől kocsikat, házakat, egyebeket. Elkezdtük ezt az ügyet tudatosan tolni, akkor egyébként utána az akkori igazságügyminiszter is intézkedés sürgetett, és történtek is jogszabályi változások. Tehát ez az ügy túlmutat azon, hogy korrupció van az államigazgatásban, a közszférában, hogy van egy-egy néhány, nem tudom mennyi korrupt politikusunk, mert itt a kisember zsebére is ment a játék, nagyon komolyan is megy a játék. Balázs, az utolsó kérdésem, hogy ugye itt elhangzik ott a kérdésben is, hogy furcsa ez a helyzet, hogy van egy bűncselekménynek a két oldala, az egyik átadja a pénzt, a másik pedig átveszi a pénzt. Erről szavaznak a kedves nézők. Az egyik börtönben van, pontosabban előzetes letartóztatásban van, Völner Pál pedig szabadlábon védekezik. Te ezt meg tudod magyarázni, hogy ez hogyan történhet?
Nem vagyok jogász, de egyszerű átlagpolgárként és újságíróként is, ha az igazságérzetem kérdezed, akkor ezt nem tudom. Több, mint fura, én inkább így fogalmaznék. Balázs, köszönöm szépen, Kolozsári Balázs, a Blik főszerkesztője volt a vendégem. Köszönöm szépen, és hogyha lesznek további dossziék, akkor várjuk majd a hangfelvételeket. Köszönöm. Köszönjük még egyszer.